nagyon köszönöm a meghívást, és hogy lehetőségem van végre nem holmi vészmadárként, ugye tőlem megszoktátok, megszokták azt, hogy, hogy a kiberbiztonság kapcsán komoly problémákra szoktam felhívni a figyelmet, és nem igazán a pozitívumokat kiemelve szoktam beszélni az általános helyzetről. És nagyon örülök annak, hogy most, most arról, hogy ennek a projektnek a kapcsán az egészségügyben valójában milyen pozitív változásokat várunk. Azt szeretném megvilágítani, hogy mik is lehetnek ezek. Természetesen nem fogom megtagadni önmagam, szeretném majd felhívni a figyelmet arra is, hogy milyen problémák elé néz a projektben leszállított eszközök üzemetetője integráció után. Ebben a kérdésben. És menjünk végig. Itt volt jó néhány szó arról, hogy milyen eszközök kerültek beszerzésre, kerülnek beszerzésre és integrálásra a kórházi rendszerekbe. A szerverek esetén azt szemelném ki, hogy, hogy nyilvánvalóan meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a központi térhez való kapcsolódás az modern eszközökkel történjen, és nyilvánvalóan biztosítani kell a központi tér biztonsági szintjének megfelelő kapcsolódási pontokat is vagy a kórházi rendszerekben. Tehát innentől kezdve a biztonság e, legmagasabb elvárható foka az e, alapvetően a architektúrán és az ott, meg, ott megvalósított e, alkalmazásokon fog múlni. Ezt várjuk ettől a projekttől. E, azonban ki kell emelnem azt is, hogy a virtualizációs technológiák megjelenése újabb kockázatokat fog hordozni e, e, kiberbiztonsági szempontból, tehát nagyon komoly, az oktatási, illetőleg az, a, a tudatosítási igénye annak a jövőnek, ami előtt a kórházak állnak, az új technológiák bevezetésével. Felírtam a tárolókat is, a leszállítandó eszközök hatásai közül. A tároló az, ami egy ilyen eléggé háttérbe szoruló és megfoghatatlan dolog, és szeretném összekötni a munkaállomásokkal azonnal, és nyilván a, a, a szerver architektúrával is hiszen azok a modern operációs rendszerek, amik most bekerülnek a, a, a kórházi rendszerekbe, ezek már nagyon fejlett szoftveres megoldásokat alkalmaznak, vagy, vagy ezeknek a lehetőségét nyújtják ahhoz, hogy a háttértárolókon az adatokat titkosítva egyébként bizalmasan lehessen kezelni. Nyilvánvalóan ennek a kiaknázását, kihasználását meg kell céloznia majd az üzemeltetésnek a jövőben. Az információbiztonsági audit célozza is ezeknek majd az ellenőrzését. A legnagyobb veszélyforrás érdekes módon nagyon kevesen foglalkoznak vele, de általában az intézményi információs, információbiztonsági szempontokat figyelembe véve a kommunikációs szigeteknek a, a megléte. Az öröm is és bánat is. Egyrészt használhat, felhasználói szempontból nagyon jó, hogy vannak ezek a multifunkciós nyomtatók, fogalmazzunk így, viszont kiberbiztonsági szempontból rémálom a, ez, ezeknek a szolgáltatása, hiszen ezek annyira a háttérben vannak, hogy a biztonsági beállításukat nagyon-nagyon kevés helyen szokták alkalmazni. Így, így, közvetlenül lehet információhoz jutni egy, egy rossz rendelőt, a támadás esetén az ilyenfajta nyomtatókat alkalmazó intézményeknél, Úgyhogy ennek a ahogy ezeknek az eszközöknek az integráció is rendkívül fontos lesz. És hogy itt már elhangzott a, a hálózat, mint beszél, hálózati eszközök, NTG-hez való kapcsolódásnak a lehetősége is. Két irányból szeretném ezt megvilágítani. Az egyik az, hogy az ntg való kapcsolódás kapcsán a külső, illetve a kapcsolati pontok védelmének egy magasabb szintje valósul meg. Itt a nisz előadásból hallhattuk ezt már. Kevesebbet beszéltünk arról, hogy a, az új wifi technológiák, ez a bizonyos wi wifi technológiák, nem szóhó otthoni rúterek beszerzése viszont egy nagyon komoly biztonsági szintemelkedést hozhat a jövőben akkor az intézmények számára, hiszen itt már egy, egy több csatornán titkosítottan védhető, skálázható drót nélkül hálózati rendszer épülhet ki, és ennek a biztonságát szintén nyilván az összes rétegben fogjuk vizsgálni, illetve vizsgáljuk, de nagyon fontos kiemelni, hogy a, a hálózati kialakítás kapcsán Komoly erőlépést fognak tenni az intézmények. És az utolsó záró gondolatom az öt perc leállítása után az, hogy mindezek mentén, mindezek mellett az új technológiák integrálása az, az nem szabad, hogy kialakítson az intézmények, illetőleg a fenntartónál egy bizonyos hamis biztonságtudatot hanem igenis tisztában is szembe kell nézni, tisztában kell lenni és szembe kell nézni azzal, hogy ezek a rendszerek, főleg az egészségügyi rendszerek esetén figyelhető az meg, hogy egy biztonsági audit szempontjából ez olyan, mint egy régészeti szelvény. Egy régészeti szelvény szerű működésben borzasztó nehéz lesz a biztonságot egyenszilárdan tartani, de én azt kívánom mindenkinek, hogy, hogy ezzel együtt erre legyen képes, és megszerezze azt a tudást a jövőben, ami ennek a modern rendszernek az üzemetetéséhez és üzemben tartásához szükséges. Köszönöm szépen.